A második évadjának a végéhez érkezett a sikeres Dombóváriak a nagyvilágban című előadás sorozat. A havonta egyszer megszervezett eseményen egy-egy volt dombóvári személy előadását tekinthetik meg a résztvevők. Ha jól számolom, akkor most már ez a második évad, aminek az utolsó előadása mai napon itt el fog hangzani. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy minden hónapban egyszer dombóvári vagy dombóváról elszármazott ismerősünk, barátunk előadást tart nekünk utazási élményekről. Volt, aki már csak egy városról tartott előadást, de általában egy ország az, amit ki szoktak választani. Ma egy nagyon különleges előadó, a fiatal Sandroha Kamilla fog érkezni, és Japán lesz a téma. Az előadássorozat utolsó alkalmán Sandroha Kamilla mesélte el a Japánban szerzett élményeit. Igazából a Balipak Zsuzsi megkért, hogy a japán utunkról adjak elő, ugye egy-két hónapja voltunk ebben a különleges országban. Sok helyen jártam már, de azért örültem neki, hogy pont Japánról beszélhetek, mert ez az az ország, ami különbözik tulajdonképpen minden más országtól a Földön. Annyira különleges, annyira érdekes, úgyhogy szeretettel térek vissza szülővárosomba, és tartok előadást itt a Művházban erről. Az érdeklődők több érdekességet is hallhattak az ázsiai országról az élménybeszámoló alatt. Ugye a japán emberek életmódja annyira eltér a miénktől, például a vallások, ahogy keverik a vallásokat, vagy ahogy élnek egyáltalán a szobáik, a házaik, az életkörülményeik, az is teljesen más, mint amit mi megszoktunk, nem beszélve a gasztronómiájukról, hogy például ők az édességeket nem annyira fogyasztják, de milyen desszerteket szoktak készíteni zöld teából vagy algából, tehát teljesen szokatlan dolgok ezek, úgyhogy remélem, hogy minél többen el tudtak jönni, mert ott részletesen fogok ezekről beszélni. Sandroha Kamilla elárulta, hogy bár nagy nyitottsággal kellett a számunkra könnyen távolállható szokásokhoz hozzáállnia, megérte meglátogatnia a távoli országot. Hát nagyon nagy nyitottsággal és alázattal kellett ugye az országba megérkezni, mert amit mi megszoktunk, az szinte semmi nem úgy van ott. Tehát az, hogy az éttermekben mondjuk tableteken, számítógépeken lehet ételt rendelni a legtöbb helyen, nagyon pici helyek vannak, van, ahol egy asztal, egy székkel, és így el van választva fallal, és ott lehet étkezni, és ez nekik teljesen természetes, de még tényleg végtelenségig tudnám ezeket sorolni, úgyhogy tényleg nagy nyitottság kell ehhez, meg kalandvágy, de szerintem megéri. A program rendszeres résztvevői remélik, hogy a harmadik évad során is hasonlóan érdekes előadásokat hallhatnak majd, mint az idei évben.